Ősidők óta használják a skandinávok Kínában és Japánban a cápamájának gyógyító olaját az immunrendszer erősítésére és a regeneráló képesség növelésére. Körülbelül 10 éve én is rendszeresen alkalmazom a téli időszakban a cápamáj kapszulát. Azóta elkerülnek a vírusok. Ezért merem ajánlani önöknek a grönlandi mélytengeri cápa májából készült Bi-Iomare kapszulát. B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Ízületi negyed, Fejfájás utca, Betegségfalva, Akut sugárút, Krónikus körút, Gyulladás híd, Túlsúlyos sugárút, Gyógyulás körút, Egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Köszöntöm nézőinket. Ugye ismerős a szituáció, hogyha bemegyünk mondjuk ősszel, most már itt van az ősz és közeledik a tél, egy olyan munkahelyre, ahol az emberek prüszkölnek, köhögnek, tüsztögnek, akkor vannak olyanok, akik két nap múlva az ég adta világon semmit nem csinálnak, egészségesek maradnak, és vannak olyanok, akik ugyanúgy köhögnek, prüszkölnek, mint a többiek. A vírus ott van, a baktérium ott van. Mi a különbség? Az ő immunrendszerükben rejlik. Az immunrendszer működéséről, erősítéséről beszélgetünk az Egészségtér mai adásában. Vendégem dr. Tihanyi István, a Fénklub szakmai tanácsadója. Szervusz István! Szervusz Györgyike, köszöntöm a nézőket! Nem vagyunk jó periódusban, már nem mi ketten, hanem általában, hiszen ugye itt van a delta variáns a világjárványnak, tehát nyilvánvalóan fontos, hogy mindenki odafigyeljen a saját immunrendszerére. Te erősíted valamivel a sajátodat? Igen, és erre példával is tudok szolgálni, tehát az előző hullámban még nem kaptam meg az oltást, és hát sajnos úgy jött ki a lépés, hogy muszáj voltam COVID-fertőzött betegeket kezelni otthon. Mármint nem a te otthonodban, hanem az ő otthonokban, házi orvosként. Igen. Így van, jártam rengeteg beteghez. Volt úgy, hogy öten is feküdtek, hát elég komoly volt ez a járvány, öten is feküdtek egy lakásban, és hát ezeket elláttam, kezeltem, vizsgáltam, stb. Védekezni kellett. Hát a maszkon és a rendszeres kézmosáson kívül. Meg a gumikesztyű nyilván. Még az sem, mert inkább kézmosát nem tudok írni. Nekem engem zavar. Aha. Maximum sebészeti beavatkozásoknál ezt szoktam felvenni, de egyébként engem zavar. Alapos kézmosás, kézfertőtlenítés. De az immunrendszerünket is védeni kell. Azt tudjuk, hogy a D-vitamin az mennyire fontos ebben az időszakban, tehát a D-vitamin volt az egyik. A másik szer, amivel már nagy tapasztalatom volt, több mint 10-15 éves tapasztalattal rendelkeztem, ez a cápamájának gyógyító olajából készült kapszula. Ezzel eddig sikerült elkerülnöm az influenza vírust, és most oltatlanul is most elkerültem, mindig most is szedem, most meg pláne, mert hát a delta variáns itt van, most már megkaptam az oltást, de kutatók bizonyították, hogy a cápamájának az olajában olyan anyagok vannak, amelyek segítenek abban, hogy az oltás még jobban érvényesüljön, tehát az immunrendszert több ellenanyagot tudjon termelni arra az oltásra. Ez már próbálják több helyen is, különösen a skandináv országokban próbálják ezt bevezetni, nem csak mint védelem, tehát mint vírus megelőző vagy baktérium, sőt, gomba ellenes hatással is bír a cápamájának gyógyítóolaja, immunmodulátor, ugye, tehát az immunmodulátorokról mi már nagyon sokat beszéltünk, hogy ezek a szervezetünket úgy formálják, úgy az immunrendszerünket. Ahogyan kell. Ahogyan kell, csökkentik, ahol kell igen, növelik. Tehát az autoimmun betegek is szedhetik, a lényeg az immunmodulátorokat, mert azok magát az autoimmun reakciót nem erősítik.
Na, egy kicsit menjünk vissza a múltba, meg egy kicsit játszunk történelmet is, mert hogy ugye ezt a bizonyos szápamáj olajat már a japán szamuráj harcosok is ismerték, és nem véletlenül nevezték a hosszú élet elixírjének, és egyébként ők ugye azt gondolták, hogy az ő küzdőképességük az sokkal nagyobb lesz akkor, hogyha ezt a szápamáj olajat szedik, illetve mai divatos szóval úgy is mondhatnám, hogy felfedezték nem csak az immunerősítő, hanem az anti-aging hatását is. Igen, tehát a fiatalító hatását, de ezt a skandinávok, sőt, kínai receptekben is szerepel a cápamáj olaj, ókínai receptekben, tehát már több száz éves receptekben, mint fiatalító és immunerősítő, hát akkor nem immunerősítő, egészségjavítónak nevezték, tehát ha valaki beteg, cápamáj olajat javasoltak. Ha valaki sokáig akar élni, tehát fiatalon és egészségesen cápamáj olajat javasoltak. Potencia növelő hatását is ismerték a kínaiak, sőt a japán szamurájok többek között ezért is alkalmazták. Azt mondja a fáma, hogy elsősorban a norvég, tehát a skandináv országokban a norvég-svéd halászok ismerik évszázadok óta, és természetesen használták is. És milyen érdekes, hogy nem akármilyen cápamájolajat használnak például a finnek, hiszen ugye a finn klub szakmai tanácsadója vagy, hanem a grönlandi cápák cápamájából készítik az olajat, és ez nyilván nem véletlen. Nem véletlen, ennek több oka is van. Ugye a grönlandi mélyvízi cápa mája a legtisztább, tehát nem felszínes, ma már szennyezett tengereket nem nagyon látogatja. A mélyvíz még tiszta, hál' Istennek, tehát ez ökológiai szempontból nagyon fontos. Másrészt a cápa mája, különösen a mélyvízi, tehát a mély tengeri cápák mája, elérheti akár a testének az egyharmadát. Hány kilósak a cápák körülbelül? Hát attól függ, hogy... Vagy hány mázsák, vagy hogyan kérdezzem? Cápák 17 cm-től egészen 15-20 méter nagyságig. Na hát csak, mert hogy szeretném tudni, hogy mekkora az a cápa máj, erre vonatkozott a kérdésem. Hát ennek a cápának a mája biztos pontos forrásból nem tudok mostan mondani erre, de ha úgy veszük, hogy egy ilyen cápa körülbelül 100 és 200 kilós körül van, akkor az egyharmada ennek. És miért ilyen nagy a cápa mája? Hát tudnélik, más halak ahhoz, hogy lebegjenek, úszó hólyagokat használnak. A cápa a máját használja erre a célra. Fantasztikus. Egyébként ugye, amit mondtál, hogy a mélytengeri, hogy a grönlandi cápák azok ugye mélytengeri cápák, ez voltak éppen azért is fontos, mert ugye a cápák most úgy általában a tengerek takarítói, és ami a felszínen úszik, és tök mindegy, hogy ez műanyag, hogy vegyszer, hogy szemét, hogy deszka, tehát ott teljesen mindegy, ami a tengerekbe belekerül, már pedig a tengerek meg az óceánok manapság elég szennyezettek, azt ő megeszi. És nyilvánvalóan sokkal tisztább a mája annak a cápának, amelyik a 700 méter mélyen a mély tengerekbe úszkál. Így van, és hát ugye a mája méregtelenítő, tehát tulajdonképpen az összes mérgező anyag ott rakódik le először, és hát ezért ez nagyon fontos, hogy tiszta olajat kapjunk. Hát sajnos ma már a lazacolaj sem mindegyik használható, pont emiatt a szennyezettség miatt, a tengerek szennyezettsége miatt. Játszunk egy kis kvízjátékot, én készültem valamivel, és ha benne vagy, akkor megkérdezem tőled, hogy melyik állat ér a legtovább a Földön. És akkor mondok neked ABC verziót, és azt kérem, hogy válasz. A. Sellőkagyló 507 év. B. Mélytengeri cápa, hát ők azt mondják, hogy 500 méter, aki ezt 500 év, aki ezt összeállította, de hát azért ez nem egészen biztos, mert itt 7 éven nem biztos, hogy érdemes nekünk lamentálni, tehát azt mondják, hogy ők 4-500 évesek, és az aldabrai óriás teknős, amelyik 255 évig is élhet. Na most már azért ebből így kiderült a számokból, amiket mellé tettem, hogy melyik, igen, lehet a nyerő. Hát mindenképpen a cápa meg a kagyló,
De hát ugye a kagyló is nagyon fontos, de a kagylónak inkább a héját használjuk. Jaj, ez nagyon jó pofa, ezt hadd olvassam el neked, hogy ez a sellő kagyló egy ehető kagyló fajta. Ez egy tengeri kéthéjú kagyló, amely minden egyes évben egy plusz réteget növeszt a héjához. Tehát ez nagyon jó pofa lehet, hogy meg lehet számolni, és egy Ming nevű sellő kagyló például 507 éves korában pusztult el. Na. Ezek is érdekes adatok, de hát a cápa ugye egy aktív, és ezért is aktív lény, tehát ezért is sokáig nem is tudtuk, hogy egyáltalán alszanak-e a cápák. És alszanak. Úgy néz ki, igen. De még alvás közben is mozogniuk kell, hiszen olyan a felépítésük, hogyha a cápa mozdulatlan, akkor nem kap oxigén. Tehát nincs anyagcsere a vízből. Úgyhogy kis mozdulatokkal, de lebegve, felhasználva pont a májukat, ehhez lealszik is a cápa, de egy aktív lény, és hát 500 évig aktív marad, hát azt meg kell nézni. És 500 év alatt tudtad-e, hogy a cápák testében nem találtak még bakteriális fertőzést, gombás fertőzést, nem fertőződnek a vírusok által, és érdekes módon még nem fogtak ki egyetlen egy daganatos cápát. Elképesztően erős immunrendszerük van. Ez ugye azt jelenti. És nagyon érdekes adat számomra, hogy ugye a grönlandi mélytengeri cápa 150 évesen válik ivaréretté. 200 évesen fiatal felnőtt egyedről beszélünk, és 4-500 évesre becsült példányokat is fogtak már tökéletes egészségi állapotban. Tehát itt van, amit igen, mondtál, hogy nem betegszik meg. És ugye most cápamájóról beszélünk, mindenkiben valahol ott van a egyensúly, hát májolaj, csukamájolaj, halolaj. Igen, arra emlékszünk gyerekkorunkban. Igen, tehát más az összetétele, másról beszélünk, merőben másról. Ezt egy svéd házaspár tehát kutatta még az 50-es években a cápamájának az olaját. A stockholmi kórházban ráadásul a stockholmi kórházban, és hát ők bizonyították, hogy hát ugye olyan anyagokat tartalmaz, amit például se a csukamáj, se más nem, legalábbis nem ilyen nagy mértékben. Ezek elsősorban nem az omega-3, ha bár az is van benne, de hát olyan aktív biológia. Melyik a legnagyobb szenzáció? Azt mondom, amiben nekem a nyelven beletörik. Szkovalen, szkvalamin és alkilglicerol. Na ez az alkilglicerol, többet nem fogom kimondani, örülök neki, hogy egyszer kijött. Ugye azt is elkezdték kutatni, hogy melyik az az anyag, ami természetes forrásként tartalmazza ezt, és ugye azt találták egyrészt, hogy rengeteg van az anyatejben. Tehát ugye ezért ajánlják az anyukáknak, hogy szoptassák a babát, hát mert hogy így alakítják ki az immunrendszerét. Immunrendszerüket, tehát ez védi az immunrendszerüket. De összehasonlítjuk például az anyatejben legalább 10-szer annyi van, mint a tehéntejben. De a ugyanannyi mennyiségbő cápamáj olajban 300-szor annyi van, mint az anyatejben. Tehát akkor végül is a legtöbb ebből az anyagból a cápamáj olajban van. Így van, így van. Tehát, és van, a fajáktól függ, hogy milyen cápa, de hát a grönlandinak is. Van olyan, hogy a szkvalem elérheti az olaj százalékának, a benne lévő olaj százalékának a 90%-át. Tehát ez rengeteg, és ez egy aktív hatóanyag, amire bizonyított, hogy daganatellenes, nagyon jól kiegészíti a kemoterápiát, mivel csökkenti a kemoterápia mellékhatásait, védi az épsejteket ettől a mérgező anyagtól, hát tudjuk, hogy mérget viszünk be, és átjut az agyérgáton, tehát az agyunkba is nagyon hamar, tehát az éragygáton átjut, és az agy sejteket is képes ezáltal gyógyítani, javítani, ott is kifejteni áldásos hatását.
ami nagyon fontos, hogy van benne a szkovalamin, ami antibakteriális, antimikotikus és antivirális hatással is rendelkezik, másképpen, mint a szkovalen, de szintén tehát daganatellenes hatása van. Mit csinál? Például leállítja a daganathoz futó új ér hálózat képződését. Tehát a daganat vér nélkül egyszerűen elhal. Pont ezt állítja le. Tehát olyan, mintha leállítjuk a csapot, elzárjuk a csapot, nem kap élelmet, és a daganat elhal ott, ahol van. És az alkilglicerül, ami ugye az immunrendszert erősíti, tehát a saját katonáinkat bocsátjuk akár a daganattal, akár vírussal, akár más kórokozóval csatába, és tehát, hogyha erős a hadseregünk, akkor a csatát is megnyerjük. Milyen fantasztikus, hogy végül is ezek a cápák, amelyek, ahogyan beszélgettünk róla, 500 évig is élhetnek, és fantasztikusan egészségesek, és ezt nyilván az ő fantasztikus immunrendszerük teszi lehetővé. Olyan anyagokat tartalmaznak, illetve hát a májuk például, a számomra ez egy döbbenet, hogy az anyatejben lévő, ki nem mondom a nevét, alkilglicerin, igen. Immunrendszert erősítő és immunrendszert építő és kialakító vegyületnek, és azt gondolod, hogy hát az anyatejnél egészségesebb vagy fantasztikusabb nincs, és annak a sokszorosát tartalmazza a cápa máj. Tehát és ezért javaslom én még a szoptató anyukáknak is, kismamáknak, mivel ezáltal növelik, átjut valamennyi az anyatejbe, és növeli. Tehát azt mondod, hogy ne a babának adja, hanem ő szedje. Ő szedje, tehát kettős hatás, tehát saját maga is, magát is védi, és közben az anyatejen keresztül a babát is védi. Tehát és nincs ellenjav alatt, tehát szoptatási terhesség alatt. Tehát mivel immunmodulátor, nem negatívan, csak pozitívan hat a magzatra. Egyébként nagyon sokan vannak szerintem olyanok, akik, és most egy picit maradok a cápa ügyben, meg a cápa máj ügyben, de egy picit eltérek a történettől, akik azért nem szívesen esznek különböző állati termékeket, mert ugye van egy ilyen morális fenntartásuk, hogy miért öli meg az egyik lény a másikat, azért, hogy én megehessem, tehát miért, és miért ölünk meg egy cápát azért, hogy a májától mi sokkal egészségesebbek legyünk. És ebből a szempontból a számomra nagyon szimpatikusak a finnek, mert ahogy látom, vagy ahogy hallottam, ők nem a vadpopulációt használják, hanem a tengeröbölben direkt erre a célra tenyésztenek cápákat. Tehát magyarul nem az eredeti cápa populációnak a létszámát csökkentik fel. Igen, és ezáltal még növelik is a cápa populációt, mert a kis cápákból egy bizonyos részét még vissza is engedik. Ja, még vissza is engedik. Ugye beszéltünk már egy csomó hatásáról ennek a cápa májolajnak, mindenféleképpen ugye erősíti az immunrendszert. Mondtad, hogy van daganatellenes hatása. Akik vizsgálták, hogy hívták ezt a svéd doktornőt a biokémikus férjével? Astrid is volt az asszony, Brotz, és Sven Brotz a férfi. Igen, tehát ők ugye végül is eljutottak oda is, hogy a gyerekek esetében különböző vírusos, bakteriális, légzőszervi megbetegedések esetében nagyon jó. Melyek azok a területek, ahol te használod még? Mert feltételezem, hogyha egyszer ennyi mindent tudsz róla, és ilyen jó a véleményed róla, akkor a betegeidnek is ajánlod. Az immungyerekeknek sajnos van olyan állapot, hogy immunoglobulin A és immunoglobulin G hiány, amit tulajdonképpen nem is tudunk kezelni. Vigyázunk a gyerekre, óvjuk, szükség esetén rögtön antibiotikum, stb., de az immunrendszerét nem tudjuk helyreállítani. Ebben az esetben segít a cápa májolaj, ezt bizonyítottan láttam, hogy ilyen immungyenge betegeknél a cápa májolaj használata után 3-4 hónapra már
észreveszünk, hogy növekszik az immunoglobulinok száma, és hát látjuk egyértelműen, hogy javul az immunrendszerük, tehát ellenállóbbak. Most azon gondolkodom, miközben hallgatlak, hogy ugye nagyon sok kisgyerek, a kicsik először megy bölcsödébe, először megy óvodába, tehát közösségbe mennek. És ugye pontosan tudjuk, hogy amikor kisgyerekeink voltak, akkor egy hét múlva, két hét múlva már jött is haza, köhögött, taknyos volt, lázas volt, mindenféle baja volt. Feltételezem, hogy az immunrendszer erősítésére ezekben az esetekben ezekben is jó. Ezekben az feltétlenül, tehát ezt én úgy nevezem, hogy nem csak az iskolát vagy a közösséget kezdik, hanem az immuniskolát is ezáltal járják ki a gyerekek, hogy találkoznak ezekkel a vírusokkal, baktériumokkal, gyorsan leküzdik, ugyanúgy, mint a COVID-fertőzést, ugye gyorsan, de kialakítanak egy olyan emlékezetet a sejtekbe, tehát olyan immunitást, ami a legközelebb, hogyha bejut a szervezetükbe, ez az, már kész válasz. Ez itt a sejtmemória, amiről ez te most beszélsz? Ez a sejtmemória, így van. Már készen van a szervezet, már kész arzenált tud felsorakoztatni a testvédelmére. És ami nagyon fontos, hogy ugye, amit említettem, hogy az vakcinázás időszakában is szoktam adni, mert akkor biztosabban is tartósabban és alakul ki az immunitás, és hosszabb ideig tart, tehát nagyobb mennyiségű jelenanyagot. Most ezt észre, tehát már tapasztaltam, hogy azok a pácienseim, de ezt még kutatni kellene, mert ez csak egy nagyon kis szám, ezt még nem is merem kijelenteni, de úgy vettem észre, hogy azok, akik ezt szedték, azoknál az ellenanyag szint magasabb a vakcinázás után. Ezt mondom, hogy fenntartása még, de ez a saját észrevételem. De mindenképpen a fertőzést könnyebben vészelik át, aszmás betegek állapota jelentősen javul. Rengeteg, még a szív- és érrendszeri problémák is javulnak, mivel nagyon erős antioxidánsok is ezek. És ugye hát az érrendszerünket és a szívünket nagyon nagy pozitívan befolyásolja az antioxidáns hatás. Akkor jó hatással van például a legutóbb, ez egy 2020-as tanulmány, fogorvosok tanulmányozták a cápamáj olaját, és kiderült, hogy... Hát ők meg aztán mire használják? Paradontózis. Fogény gyulladás, fogény sorvadásra alkalmazzák, mert kiderült, hogy nem csak mint antibakteriális hatása érvényesül barandózis esetén, tehát a baktériumokat megöli, ugye, amelyek okozzák ezt, és amire általában sikertelenül alkalmaznak rengeteg antibiotikumot, mert előbb-utóbb ellenállóvá válnak ezek a baktériumok, nagyon hamar megtanulják, hogy hogyan védekeznek. A cápamáj ellen nem tudnak védekezni, de nem ez, hanem a kollagént, tehát azt az építő rostokat, a szövetek építő rostját hozza helyre a cápamáj. Ez nekem is egy új felfedezés, ezt most olvastam az egyik tanulmányt, ahol erről írnak a Neked fogalmas. Ez egyébként nagyon bejött, mert amennyire én látom, te azért beleástad magad ennek a, nem csak a történetében, hanem a hatásmechanizmusába hát, is. Igen, csak most nem szeretném mutatni a rengeteg tanulmányal. Tehát akkor te elkezdted megfejteni a cápamáj olaj titkát. Legalábbis megyek utána, mert ugye a Brotzházas párt kezdte el megfejteni. Igen. Én elhittem nekik, kipróbáltam, és hát még a COVID fertőzéstől oltatlanul is megvédett, de szerintem most még jobb, hogy megkaptam az oltást, tehát még jobb védettséget fogok ezáltal nyerni a cápamáj olajának a segítségével. Mióta szeded? Na hát már közel 15 éve. És folyamatosan? Vagy pedig tartasz szüneteket? Téli időszakban, amikor már ilyen őszi téli, amikor már dúlnak ezek a vírusfertőzések, és hát ugye orvos vagyok, különösen gyermekkorvás. Te aztán találkozol vele rendesen. Így van, aztán rengeteg gyerekkel, felnőttel, beteggel találkozom, és hát ezáltal sikerült magamat megvédeni eddig,
nagy sikerrel mindenféle fertőzésre. Mondjuk azt hadd mondjam, István, hogy az immunrendszeredhez gratulálok, mert ahogy mondtad, hogy covidos betegekkel is találkoztál, nem egyel és nem kettővel. Sőt, hát én nem zárkóztam el, én mentem, ha covidos, folyamatosan mentem hozzá. Sőt, hogy a rendelés után kezdődött a covid. Te nem a telefonos házi orvos voltál, akit felhívok, és elmondom, hogy covidos vagyok, és mondd meg nekem, hogy mit csináljak. Látnom kell a beteget, van-e ennek tüdőgyulladása, milyen szövődménye van. A Covidnak is rengeteg. És oda mentél. És oda mentem, azt csak helyi vizsgálat során tudom, tehát amikor megvizsgálom a beteget, akkor tudom megállapítani, hogy mit és milyen szakszerű kezelésre van szüksége, és akkor felírtam a megfelelő kórát, és hál' Istennek az otthon kezelt betegeim mind gyógyultak. Tudom, hogy ez egy oltári közhelyes kérdés, de nem féltél, miközben a házi orvosok általában az online rendelésre tértek át, te meg megmaradtál a hagyományos személyes betegorvos kapcsolatnál, és ahogy mondtad, abban az időben még be se voltál oltva. Nem féltél? Hát erősebb volt bennem a segítőkészség. Én bíztam azokba a szerekbe, amit már évek óta szedek, és kipróbáltam nem csak magamnál, hanem gyógyítás során, betegeknél. Köztük a cápamány és a D-vitamin. Azt is nagy mennyiségbe szedtem. Tehát akkor azt mondod, hogy igenis, hogy felelősek vagyunk a saját immunrendszerünkért, és igenis, hogy nagyon sokat tudunk tenni érte. Hogyne. Ha komolyan gondoljuk. Én azt mondom, hogy ez nem, ugye kollégáktól a tévében hallottam, hát a vitaminok meg a ilyen táplálék kiegészítők, ezek az úgynevezett kiegészítő terápia, ez nem a célzott terápia. És erre semmi szükség, ezt nagyon sokszor hallani. Én azt mondom, ez a célzott terápia, mert először az immunét, a bástyákat kell felépíteni, és utána lehet minden mással, sőt, a gyógyszerekkel akkor még eredményesebben lehet kezelni, ha egy jó immunrendszerrel állunk szemben. Utolsó kérdés, rövid válasz, kiknek ajánlod ezt a cápamájolaj készítményt? Nehéz a válasz, mert szinte nem tudok választani, hogy kinek nem. Mindenkinek. Aki meg akarja őrizni az egészségét, aki vissza akarja nyerni az egészségét, és még a kismamáknak és a csecsemőknek is, hogy ne legyenek betegek, és jó immuniskolást, tehát jó eredménnyel zárják az immuniskolát. István, köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek köszönöm, hogyha velünk tartottak. Egy biztos, érdemes erősítenünk és támogatnunk a saját immunrendszerünket. Még egyszer köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra. Ízületi negyed. Fejfájás utca. Betegségfalva. Akut sugárú. Krónikus körút. Gyulladás híd. Túlsúlyos sugárút. Gyógyulás körút. Egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Ősidők óta használják a skandinávok Kínában és Japánban a cápamájának gyógyító olaját az immunrendszer erősítésére és a regeneráló képesség növelésére. Körülbelül 10 éve én is rendszeresen alkalmazom a téli időszakban a cápamáj kapszulát. Azóta elkerülnek a vírusok. Ezért merem ajánlani önöknek a grönlandi mélytengeri cápa májából készült Bi-Iomare kapszulát. B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik.